Fucsovics Márton a héten még itthon készült a füves pályás szezonra, amely most egész karrierje egyik legmeghatározóbb időszaka lehet. Ugyanis tavaly Wimbledonon a negyed döntőig jutott, és így 360 pontot kellene megvédenie. Azonban idén az ATP nem ad világranglista pontokat a győzelmekért. Azt tudom, hogy a játékosoknak ez a döntés nem tetszik. A játékosok 99%-a fel van háborodva. 4-5 hét múlva Wimbledon, reméljük, hogy addig még lesz bármiféle változtatás. Ugyanis, hogyha így maradnak, ez a szabály marad, akkor én is fontolóra veszem, hogy inkább elmegyek, játszok egy-két Challenger tornát, ahol tudok pontot gyűjteni. Mivel, hogyha kiesik ez a 360 pont, akkor kiesek a 100-ból. És azt még nem szeretném. A döntés gyújtópontja a wimbledoni szervezők határozata volt, miszerint a kialakult háborús helyzet miatt nem engedik indulni az orosz és belorusz sportolókat. Én maximális igazságtalannak tartom ezt a döntést. Wimbledon részéről szerintem több mint másfél hónapja lett kommunikálva ez a döntés. Még az ATP gyakorlatilag a Roland Garros előtti pénteken hozta nyilvánosságra azt, hogy ő így kíván reagálni erre. A vírus időszak alatt volt olyan játékos, akinek még az két évvel az öti pontja is benne volt a rangistában, tehát egy teljesen más felfogást alkalmazott akkor az ATP. Wimbledonban biztosan nem lesz ott Roger Federer, és ha a helyzet nem változik minden bizonnyal, többen is úgy döntenek majd, mint Fucsovics Márton. Nem akarok neveket, személyeket megnevezni, de tudom, hogy már egy páran aláírtak egy bizonyos dokumentumot, ami a játékosok érdekeit szolgálná. Fucsovics Márton a következő héten Stuttgartban versenyez, majd Halle és Eastbourne következik. Aztán pedig jöhet a július 27-én rajtoló wimbledoni verseny, vagy a Challenger tornák.